példamutatás, de a szülői minta nagyon-nagyon fontos a gyermekeink életében. Ezt a témát járjuk körbe most Dúró Zsuzsa pszichológussal. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusztok! A szülői mintáról beszélünk, akkor beszélhetünk akár arról a, nem tudom, kisgyermekkorban megadó, tehát a szülők által megadott szülői mintáról, ami meghatározhatja a gyermekeknek akár a szexuális fejlődését. Ugye ez egy nagyon fontos téma, főleg a mai világban, amikor rengeteg behatás éri a gyerekeinket. Melyik az a kor, illetve mikor kezdenek a gyermekek szexuálisan elindulni azon a fejlődési úton, ahol már befolyásolja őket a szülői minta? Ha most azt mondom, hogy születésüktől kezdve, akkor ez biztos nagyon furcsa, de hát azok a hatások, amik a családon belül érik őt, közvetlen és közvetlen hatások, valamilyen módon hát már rögzülnek benne, mit lát maga körül. Ugye a család, mint a legkisebb sejtje a társadalomnak, egy szociális közösség, amit talált a gyerek és hall, amilyen hangulat van otthon, ez egészen biztos, hogy közvetve az ő érzelmi életére hat. Még nem konkrétan a szexualitásra kicsi korában, de azért nagyon sok hatás éri őt közvetlenül és közvetve, ahogy jeleztem. Amikor már nevelési oktatási intézménybe kerül, nevezetesen óvodás, iskolás lesz, ott azért a kortárs csoport jelentős mértékben viszi be azokat a hatásokat, amik őt tapasztaltak meg a saját családukba. Tehát ilyen módon a mintakövetés, a kortárs csoport mintájának a követése, és nagyon fontos szempont lesz a későbbiekben a szexuális identitás, vagy a szexuális nevelhetősége és neveltségi szintje szempontjából. Tehát én úgy gondolom, hogy igen korán érik a gyerekeket hatások, közvetlen vagy közvetett hatások, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindig pozitív mintákat közvetítsünk, és a szülő, mint az a referencia személy, az elsődleges mintaadó személy, édesapa és édesanyja is, akivel a gyerek a születése óta szoros kapcsolatban van, ők azok a legfontosabb mintaadó személyek, akik például ezen a téren a legmeghatározóbbak lehetnek, mind az érzelmi élet, mind az értelmi képességek, és minden szempontból. Hol van az a pont a gyermek fejlődésében, amikor már tudja, hogy van apa, van anya, illetve hogy milyen szerepet tölt be apa, és képvisel egy mintát számára, és milyen szerepet tölt be anya, és képvisel egy mintát számára, és ezáltal fejlődik az ő jelleme is, fejlődik minden szempontból a gyermek. Igen, klasszikus értelemben, hogy az édesanyja az érzelmeket közvetíti, az édesapa pedig az erkölcsi normákat, a munkához, tanuláshoz való viszonyt, tehát általánosságban, de azért azt is elmondanám, hogy az édesanyja már a gyerek pocakban levésekor már közvetít olyan mintákat, olyan stílust, olyan normákat, ami életre szólóan meghatározó. Mire gondolok? Ha egészséges életmódot folytat az édesanyja, akkor közvetve már a pocakban lévő gyereknél is az egészséges életmódot viszi át a gyerekbe. Édesapák esetében az a megfigyelés, hogy az első 6 hónapban még különösebben nincs nagy feladatuk a babával, hisz ott a gyerek ellátása, fizikai ellátása a maximális, de 6 hónapos kortól, mikor a baba már nyílik, rácsodálkozik a világra, mozgékonyabb, felfigyel dolgokra, hangokra, színekre és az arcra. Ott az édesapáknak már nagyon nagy szerepe van. Egy az, hogy az édesanyja leterheltségét is csökkentse, és az a játéktevékenység, amit produkálnak akár kisfiúkkal, akár kislányokkal, és nem véletlenül mondom itt a két különböző nemet, mert szeretnék majd még kitérni a nemekbeli különbségre. Tehát az édesapák konkrét szerepe a nevelésben már 6 hónapos korban markánsan megmutatkozhat. Mi a helyzet a külön nemű gyerekeknél? Ugye a fiúknál rendkívül fontos az apa minta, bocsánat, a férfi minta közvetítése, életre szólóan fontos. Ugye szoktuk mondani, hogy az édesapa megszerelmes a lányába, jó értelemben az édesanyák meg a fiú gyerekbe, ezek persze nem konkrét szerelmeket jelölnek, hanem azt a rendkívül szoros érzelmi köteléket, amit egy ellentétes nemű emberrel ő is kialakított élete során.
után. Én úgy gondolom, hogy a férfi minta minden szempontból egy fiúgyereknek fontos. Mire gondolok? Egyszerű dolgokra, a játék. Ugye legyenek párnacsaták, legyenek kisebb birkózások, menjenek együtt bringázni, tehát azokat a férfi mintákat, szerepeket közvetítse. Az édesanyja tisztelete, hogy segítek anyának, felsegítem a kabátját. Tehát a klasszikus értelembe vett nevelő hatás egész életre szólóan rögzül és megmarad a fiúgyerekben. Lányoknál mire fókuszálunk? Arra, hogy azokat a tevékenységeket vigyük át a gyermekbe, ami tevékenység, hát női tevékenység alapjába véve, tehát a család összetartása, a szeretett csoport kialakítása egy családon belül, a rokonok kötelékének szoros megtartása, amiket ilyen női minták szoktunk emlegetni. Én úgy gondolom, hogy ha ebben a szenzitív életkorban, mert minden képesség fejlődésének van egy szenzitív életkora, ezeket a szocializációs folyamatokat, az érzelmi életre ható folyamatokat már ebben a kisgyermekkorban kialakítjuk, akkor ezek életre szólóan rögzülnek, és azt hiszem, hogy ezek mindig masszívan megmaradnak, és erre lehet támaszkodnunk szülőként. Dóra Zsuzsának nagyon köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Gyakorló szülőként is nagyon hasznos volt ezt hallgatni. Köszönjük szépen.